Köszöntöm a nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és már is mondom, hogy mi minden lesz a mai műsorban. Nos, kard, pajzs, címer és nyaklánc ezüst kitűzővel. Ezek a lovaggá ütési ceremónia állandó jelképei. Közösségi és közszolgálati tevékenységért a Kultúra Lovagja címmel tüntették ki a hatos csatorna főszerkesztőjét, Paul Lillát. Kisvártatva belebeszélgetünk. Aztán Fest, Arts, Cinema and Theater. Vagyis fesztivál, művészetek, mozi és színház. A harmadik Nemzetközi Színházi és Filmművészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja lesz kisvártatva január végén itt Budapesten. A programról beszélgetünk Spilák Klári művészeti menedzserrel. És Millió rózsaszál. Emlékezés az Emerton díjas dalszerzőre 85. születésnapja tiszteletére. Slágerest S. Nagy István dalaiból. Ugye, ismerősek a címek, Hull az elsárult levél, Csavart fel a szőnyeget, Gedeon bácsi, Szóljon hangosan az ének, és még sorolhatnám a nagyszerűbbnél nagyszerűbb dalokat. A részleteket mindjárt megtudjuk, jön az est háziasszonya, Csongrádi Kata. Kezdünk. Én azzal kezdeném legszívesebben, mint kívülálló, hogy sok szeretettel gratulálok. Másodszor a nézők nevében is sok szeretettel gratulálok, és hát remélem élhetek azzal, hogy mint kolléga innen házon belülről a hatos csatornából is. Tényleg gratulálok. Ez egy hatalmas megtiszteltetés. Köszönöm szépen mindenkinek. Hihetetlen mennyiségű gratulációt kaptam egyébként a közösség oldalon, a Facebookon is, és nem is győztem egyébként, én nem nagyon szoktam Facebookozni, de most ezt úgy gondoltam, hogy megosztom az emberekkel, és csak jönnek a kedves gratulációk, hihetetlenül jól esik. Valaki föltette azt a kérdést nekem, hogy mit kellett ahhoz tenni, hogy a magyar kultúra lovagja lehessél, és akkor azt gondoltam magam, hogy hát tenni, hát mit tudom én, 20-30-40 évig dolgozni, úgy, hogy az egy folyamatos tevékenység legyen, és sok esetben azt lehet mondani, hogy önzetlenül. Igen, és nem csak hogy dolgozni, hanem ilyen sok felé dolgozni, mert hogyha kultúráról beszélünk, és te, mint a magyar kultúra lovagja, hivatalosan megfogalmazva közösségi és közszolgálati tevékenységért, akkor annál is inkább nem érdemtelen ez a lovaggáütés, mert hiszen egyrészt tanár is vagy, énekes is vagy, és testnevelést is oktattál, szóval, és nem csak úgy, hogy mert úgy jól érzem magam, hanem te a Filharmóniánál szereztél sanzon énekesi diplomát, aztán pedagógia testnevelés szakon, hogy ne kelljen minden neked mondani a tanítóképző főiskolán. És hát, ott a földrajz. És hát tanárnéni kérem a földrajz tanár is, de az már az ELTE volt. Na most ez mondjuk félig művészet, és félig pedagógia. De hát aztán, amikor kapcsolatba kerültél a színházzal, akkor már a színművészet is ott volt, a színpadi gyakorlat. Szóval azt hiszem, hogyha valaki a kultúrának ennyi területén dolgozik, most a tévézést egyelőre még hagyjuk, akkor nyilvánvalóan felterjesztik. Kik terjesztenek föl ilyenkor a Kultúra Lovagi címre? Ez egy 100%-osan civil kezdeményeződés, és civil szervezetek terjeszthetnek föl. Az én följe terjesztésemben nagyon nagy szerepe volt az Országos Szórakoztató Zenei Központnak, de ezen túlmenően ezt nagyon sok más szervezettel és potentált emberekkel egyeztetik. Ennek a hátterében ott van a Magyar Művészeti Akadémia, ott van a Magyar Honvédség, az EMMI Kulturális Államtitkársága, de ezeknek is a civil részeik. Tehát mindenhol ott, ahol valamilyen kulturális szerveződés van. Hogyha most azt mondtad, hogy ne beszéljünk a televízió. De hogyha belegondolsz, az ember jól énekel, vagy énekel valahogy, meg tudja fogni egy stílusban a színpadot, a közönséget, az is egy nagyon nagy dolog. És az is ezeknek a daloknak, amiket én viszek, a sanzonok, ezek nem a populáris, népszerű műfajhoz tartoznak, viszont a magyar kultúrához szervesen hozzátartoznak. És azt gondolom, hogy ennek a hagyománynak az ápolása, az egy nagyon fontos feladat. Bizony. Az én részemről. De ha a tévét nézzük,
akkor, és megnézzük ennek a televíziónak a tartalmát. Uh-huh. És itt nagyon sokan beszélgetnek arról, hogy ennek a tévének milyen az értékrendje. Akkor azt gondolom, hogy ennek a tévének nagyon-nagyon komoly értékrendje van. Rengeteg kulturális, rengeteg közszolgálati, hasznos műsort készítünk, olyan, ami máshol nincs. És pozitív hangvételű értékteremtés Nem van. Nagyon politizálunk, azt hiszem, hogy attól el, de nézd meg, ott vannak a vallási műsoraink. Igen. Hihetetlenül értékesek. Erről beszélgettünk, emlékszel, januárban. A legutóbbi alkalommal, igen. De akkor most például, miután emögött ott van a honvédség is, az egyetlen honvédelmi magazin nálunk van évek óta, senki nem támogatja. Ott van a bűn és baleset megelőzési magazinunk, amely műsort senki, semmilyen állami szervezet nem támogat. Mégis csinálom, vagy csináljuk a csapatommal, mert ez értéket képvisel, és hasznos, és egy megnyugtató környezetet teremt az embereknek. Na, ez az én életfilozófiam. Igen, ez tökéletesen így van, és ezt nap mint nap figyelemmel is kísérhetjük, és akkor teljesen lecsupaszítva, ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, mint minden televíziónak, ennek is vannak pályázati műsorai, vannak támogatott, de éppen az értékek képviselete jelenti azt többek között, hogy támogatás nélkül saját erőből is készülnek műsorok, de beszéljünk akkor a kitüntetésről, mert hogy ez egy elég súlyos elismerés. Meg is mutatom, itt van mi, aztán ezt megmutatjuk majd közelebbről is, és azért mutatom, mondjuk nyakba elég nehéz lehetne ezt hordani nap, mint nap, mert ennek a bizonyos lovaggá ütési ceremóniának tulajdonképpen a jelképei a kard, a pajzs, a nyaklánc, méghozzá ezüst kitűzővel, és hát a címert sem szabad elfelejteni, és tudom, hogy ez, mondhatnám azt, hogy általános jellegű kérdés, de ilyenkor azért csak-csak meg kell kérdezni, érzelmekre hatva. Amikor ezt megtudtad, mert nem hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt már szó volt róla, akkor abban a pillanatban nyilván megdobbant a szíved, nyilván talán el is érzékenyültél, de nem mire gondoltál, hogy élted meg azt a pillanatot? Ez egy érdekes dolog, mert említették nekem, hogy fölterjesztettek, de engem már annyit terjesztettek föl, és volt nagyon sok pozitív és nagyon sok elutasítás ezekben a felterjesztésekben. Úgyhogy az utóbbi időben azt mondtam, hogy nem is akarok róla tudni, hogyha valaki valahova fölterjeszt. De az, hogyha már fölterjesztik az embert valamire, az egy fantasztikus dolog. Hát itt vagyunk az Oscarnak a kapujában, ha már valaki Oscar-díjra jelölt, már volt, az is jó. Ebben volt Reginolás Prima díj, volt Primissima díj, arra is föl voltam már akkor a köztársasági érdemkeresztet, ugye azt megkaptam, az arany érdemkeresztet, de lovagrendbe, ebbe-abba. Tehát lényeg az, hogy azért hátulról nagyon sokan észreveszik az ember munkáját. Igen. És tényleg ez egy 24 órás munka. Amikor én ezt meghallottam, akkor hát először is furcsa és meglepő volt, a másik, hogy nem is nagyon tudtam fölfogni. Tehát elkezdtem utána nézni, hogy ez a Falvak a Magyar Kultúráért Alapítvány mi az, amit tesz, és ez egy milyen szervezet. És akkor és után, már milyen régen, 98 óta. Igen, és hogy 35 éve ez egy hivatalos lovagrend. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy ez az a fajta lovagrend, amely államilag elismert hivatalos lovagrend bizonyos címeket viselhet utána az ember. Nem minthogyha a névjegykártyámra most odaírnám mindentől kezdve, hogy lovag, mert szoktam ilyeneket látni. Viszont, bocsánat, az aranykönyvbe bevésődött. Viszont az aranykönyvbe bevésődött, ez így van, és nyugodtan használhatnám ezeket a címeket, megszólításokat. Visszatérve erre az egészre, valami olyan felemelő volt a ceremónia, és az a közeg, amiben én bekerültem a lovaggával, hát most csak az ismertebbek közül, vagy akik számomra ismerősek. Ugye Farkas Bertalan, Varga Miklós, Kesztyűs Ferenc kiváló festőművész, akik megkapták. És akkor ott vannak a régebbiek, vagy nem akarok senkit így hirtelen kiemelni pluszban, de olyan hihetetlen a névsor, és ahogy mentek fel egymás után, nagyon-nagyon szép volt a ceremónia, tehát méltóság teljes volt a környezet, ott volt a Honvédelmi Minisztérium, a Kulturális Államtitkárság, tényleg azt lehet mondani, hogy olyan rangja és méltósága volt az egésznek, hogy valahogy bennem úgy letisztult minden, egy kicsit, és szép volt.
És hát ahogy mondani szokták, úgy pestiesen szórva, elég előkelő társaságba kerültél mindenféleképpen, de amikor én az előbb azt mondogattam, vagy feszegettem, hogy a sokrétű munka, és az a sokféle tevékenység, amit végzel, és erről jutott eszembe, hogy mondtad a Falvak Kultúrájáért Alapítványt, és ezt direkt megnéztem, mert akkor ők azt mondták, hogy az indoklás. A kultúra különböző területein lovagiasan huzamosabb ideje tevékenykedők elismerésére hívták annak idején 1998-ban életre. Hát és ezért mondom, hogy huzamosabb ideig és a kultúra területén. Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy van-e kedvenced, de hát én nem kérdezek ilyet, mert melyik ujjamat harapjam meg, és nyilvánvalóan éppen az, amiben ott benne vagy, mindig arra kell 100%-osan koncentrálni. Arról még nem beszéltünk, hogy ha már szóba hoztuk a televíziót is, hogy mindehhez, a nagyszerű művész lélekhez, hogy nyugodtan mondjam ezt, és az érzelemdús asszony, hát amúgy üzletasszonynak is kell lenni, méghozzá keményen és férfiasan, ugye? Hát ez a legnehezebb. Ezt egyszerűen nem tudom, hogy lehet megtanulni, mert még nekem mindig nem sikerült. De hát akkor muszáj. Nem menne a televízió, ha nem sikerült volna azért. Muszáj, sikerült. Igen. Hát sokkal keményebbnek kellene lenni. Remélem, hogy egyszer fölnövök a feladatot. Egyébként hogy meséljem el még, hogy a másnap a díjátadás után Nagy Tarcsán volt egy nagy találkozó. Az újonnan avatott lovagok és a régieknek a találkozója. Hihetetlen jó műsor volt, és hát én nem voltam ott, csak később érkeztem, mert a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos másik eseményen vettem részt. És egyszerre nem lehet két-három helyen lenni. De odaérkeztem még lehet. Időben arra, hogy föl tudjanak szólítani a színpadra, és hát természetesen megkérték, hogy énekeljek, mert hát ott a szervezők azért utána néztek. És hát eléggé civil módon estem be az egészbe, úgyhogy aztán a drive-ról szedtük elő az alapokat, a mostani technika már nagyon sok mindent megenged. Viszont, hogy miért érdemes énekelni, hát hihetetlen siker volt és nagy-nagy szeretet, de utána kaptam Kolozsvárra meghívást, a Felvidékre meghívást, Svédországba egy teljes országos turnéra meghívást. Oh. Úgyhogy remélem, hogy lesz ezekre időm és energiám, hogy el tudjak venni a televíziózás mellett, mert az ének, tehát a televíziózás is fantasztikus, tehát egy grillás segedit elkészíteni, egy sorozatot, az nagyon jó. És de hosszú éveken át. És ebben benne van a Terézvárosért tett munkánk is. Mert a háttérből, tehát az emberek látnak a képernyőn, látják a műsorainkat, de hát ahhoz, hogy ez álljon, és az egész működjön, azért egy nagyon nagy összehangolt, rengeteg munkát igénylő valami. Nézők már nagyon jól tudják, hogy országos csatornáról, országos televízióról van szó, de természetesen Terézváros jelen van ebben a televízióban, hát, akár minden hétfőn, vagy amikor olyan esemény van, és nem véletlen, mert hát ez a kis kerület azért rendelkezik szép számú kulturális értékekkel. Na most, ha már ennyi meghívás van, hát azért ennek eleget is kell tenni valahogy, és azt mondtad az előbb, hogy hát remélhet, hogy a televíziózás mellett erre lesz időd. Igenis, legyen időd, de akkor még egy mondatot csak arról, hogy 2019-ben, most nem konkrét programokra kérdezek, mi várható a hatos csatorna életében? Kitartás először is. Igen. Hát itt még a kollégák sem nagyon tudják, de egy elég nagy váltásra készülünk. Mindenképpen lesz arculati váltás, mindenképpen lesz tartalmi váltás, hiszen meg kell újulni. Az egész környezetünk, minden csatorna újul, és szépül, és fejlődik. Hát vagy romlik. Mi is megpróbáljuk az arcunkat úgymond megtartani, de frissíteni, újítani, nyitni más területek felé. Ehhez egy nagyon egyelő készítő munkával kezdtünk most már egy pár héttel ezelőtt. Én remélem, hogy ez sikeres lesz. Dolgozunk rajta, én szerintem áprilisra egy nagyon jó dologgal fogunk tudni a nézők felé állni, de szeretnénk ugyanezt az értékközvetítést megtartani. Ezt annál is inkább nagyon jó, hogy mondod, mert miért ne, hát ha már a főszerkesztővel ülök itt szemben, miért ne mondhatnánk azt, és ezt igazolják a nézők, a kommentek, a hozzászólások, a levelek, minden, akármelyik Facebook vagy akármelyik felületen nézzük, hogy megújulás, mondhatod, hogy tartalmilag meg minden, de valahogy a hatos csatorna, legalábbis ezekben az években, amióta én is itt vagyok, látom, nem próbál utánozni másfajta
televíziókat, akár közszolgálati, akár kereskedelmi televíziókat, és ez, amit mondtál, az önálló arculatot azért mindenféleképpen meg kell, és szerintem meg is lehet őrizni ebben az esztendőben is, ugye? Hát reméljük, hogy így lesz. Még egy mondatot hagyd tegyek hozzá. Mindig megkérdezik tőlük, hogy és milyen a nézettségetek? És hányan néznek benneteket? Hát jelen pillanatban 1.890.000 háztartásban vagyunk. Azt meg lehet szerezni kettővel, hárommal. A UPC-n ugye az 555-ösön vagyunk, akkor hagyd mondjam, a Digin mindenhol ott vagyunk, a Magyar Telekomon, fönn vagyunk a Műholdon is, és fönn vagyunk a kábelháló és tényleg azt lehet mondani, hogy minden nagyon, és rengeteg kis csatorná, vagy kis kábel közlön rajta vagyunk, és online is elérhetőek vagyunk. De a nézettséget én egészen másként mérem, nem úgy, ahogy a kereskedelmi tévék. Az elmúlt héten volt vendéged egy nagyon kedves hölgy, akinek két könyve jelent meg. És pont a tegnapi napon hívtak föl, és azt mondták, hogy ezután, a nagy körútadás után, és ez nem egy reklámos volt, több mint 100 megkeresést kaptak. Én nekem azt hiszem, hogy ez a legnagyobb értékmérője a csatornának, és ezen belül a te műsorodban. Ez ennek köszönhető. Hát tehát, te, mint főszerkesztő, tudod, hogy az idő idővel lejár, úgyhogy... És csak gondoljunk bele, hogy hányan gondolnak ilyenkor valakire, és csak nagyon kevés töredéke az, aki egyszerűen fölveszi a másikkal a kapcsolatot. Pontosan, és ezek után fölveszi. De több mint 100 megkeresés az valami hihetetlen nagy szám. Egy mondattal, mert tényleg, hogy ne szaladjunk ki az időből, támasztom ezt alá, könyveket szoktunk éppen a Nagykörútban is bemutatni, és a szerzők a könyv bemutatás után, meg hát ami még ezzel jár, másnap telefonálnak, hogy megugrott, hogy a kereskedelmi részét is nézzük. Igen. Ez így van. Hát Lilla, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a kollégák és a nézők nevében is mindazt, amiről beszéltünk, és akkor hát más nem tudok mondani, mint hogy töretlenül tovább a sikeres úton. Köszönöm szépen.